40 millió forintból újult meg a nyírtasi polgármesteri hivatal. Az összeget még 2018-ban nyert el a település, ennek köszönhetően sikerült fejleszteni a még 1920 körül épült hivatalt. Vendégünk a stúdióban a település első embere, Jenei Erzsébet polgármester. Köszöntöm. Nos, hát azt hiszem, hogy a leglátványosabb, legfontosabb dolgot ki is emeltem én itt a felvezetőben, ami érinti a polgármesteri hivatal, de én azt gondolom, hogy más is zajlott az elmúlt esztendőben az önök településén. Persze, természetesen mindenképpen. Egy pici korrekció tenni, 2016-ban nyertük el a pályázatot, tehát ez adósságkonszolidációs pályázat volt, amelynek keretében valóban sikerült felújítani a polgármesteri hivatal belülről. A külseje az 2015-ben, Kehópos pályázat keretében újult meg, ami azt gondolom, hogy olyan impozáns a sikeredet, hogy úgy gondolom, úgy vélem, és nem csak én, hanem a településen lakók és a környéken lakók is, hogy ez egyik legimpozánsabb polgármesteri hivatali épülettel büszkélkedhet nyírtas valóban. Az elmúlt időszak úgy gondolom, hogy termékeny időszak volt, nem csak az elmúlt 4 év, hanem az elmúlt 8 év is. Hasonló fejlődés sem mentünk keresztül, mint amit a maga a polgármesteri hivatal épületén tapasztalhatunk. Kezdődött ez azzal, hogy gyakorlatilag 2012-ben sikerült 60 millió forintos pályázatból, KEOP pályázat keretében az iskolát és az óvodát, valamint a konyhát ellátni napelemekkel, így ugye energetikai fejlesztést hajtottunk végre, és innentől kezdve gyakorlatilag indult el az a fokú fejlődés, ami mai napig is én úgy gondolom, hogy lassú ütemben tapasztalható, egy magabiztos fejlődés az, amit mi kitűztünk célul, és ez látszik talán úgy gondolom a településünkön. Ezt követően sikerült felújítanunk a szociális intézmény épületét, amely régi gazdasági központ volt gyakorlatilag, és most jelen pillanatban 5 funkciót ellátó nappali intézménykomplexummal büszkélkedhetünk. Nagyon-nagyon sok ellátottal, és hál' Istennek közel 30 fős dolgozói létszámmal. Ugyanígy folytattuk a fejlesztéseket, nagyon-nagyon rég várt már a település egy vadonatúj orvosi rendelőre, ezt 2014-ben sikerült átadnunk, 60 millió forintból építettünk egy teljesen új épületet, egy új helyre immáron. Régen egy ilyen régi kuriaszerű épületben funkcionált, ami nem volt megfelelő semmilyen módon, sem jogszabályi, sem más egyéb feltételeknek, tehát nagyon nehezen volt kivitelezhető maga a rendelés, így egy megújult épületben tudjuk fogadni, illetve tudják fogadni az orvosok a betegeket, 3 funkciót lát el, házi orvosi, fogorvosi, illetve védőnői funkciót. És én hadd mondjam el, mert azt gondolom, hogy mindenképpen említést érdemel az, hogy 2016-ban egy helyi lakos, egy idős ember, Lucska István, aki sajnos tavaly elhunyt, egy újraélesztő készüléket vásárolt a településnek, amit szintén ebben az épületben helyeztünk el, ott van, és bízunk benne, hogy nem kerül sor ennek a használatára természetesen, mert jó, hogy van, de az nem feltétlenül jó, lenne jó, hogyha újraélesztő készülékre kellene, vagy lenne szükség gyakorlatilag. A Kft. Épületét újítottuk fel 6 millió forintból, jelen pillanatban folyamatban van még egy top 3-2-1-es pályázat, energetikai pályázat szintén, amelyben szintén a polgármester hivatalt, az iskolát és az óvodát látjuk el új kazánokkal gyakorlatilag. A 40 millió forintra visszatérő még szeretném mindenképpen elmondani, hogy ez így szépnek tűnik, és egy kicsit magas számnak, de én úgy gondolom, hogy a belseje, tehát maga az építési költség az ilyen 29,5 millió forintot takar, és ezen kívül még természetesen eszközöket, informatikai eszközöket vásároltunk bútorzattal, teljesen új bútorzattal láttuk el, illetve nyilvánvalóan ez az összeg, ez tartalmaz tervezési, műszaki ellenőrzési költségeket is. Mi az, ami látszik a jövőre nézve? Említette, hogy még benne vannak egy pályázatban. Mennyire látnak előre, mennyire tudnak előre tervezni? Vannak ebben pályázatok, amelyek még kérdésesek, hogy sikeresek-e vagy sem? Ami kétséges, hogy sikeres-e vagy sem, egyetlen egy szintén topos pályázatunkban, benne szintén energetikai pályázat. Az orvosi rendelő, az Egyesített Szociális Intézmény épülete és a ifjúsági ház épületét szeretnénk szintén új kazánokkal ellátni. Valamint 3 FOP-os futópályázatunk van még jelen pillanatban, és mindenképpen célja a képviselőtestületnek az, hogy a most megjelenő falusi pályázatokban, amiben mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fogunk természetesen pályázni, prioritást élvez a ravatalozónak a teljes körű felújítása, illetve egy új tetemhűtőnek a beszerzése, ami egy kicsit morbidul hangzik, de sajnos szükség van rá mindenképpen. Illetve hát nyilván van az utaknak a felújítása, ami folyamatosan szükséges,
Illetve, ami nagyon-nagyon fontos, van egy kastélyunk, amit sokszor emlegetek, ez sajnálatos módon egybeépült az iskola, új iskola épületével, és ez egy meghatározza ennek a kastélynak a jellegét, a funkcióját mindenképpen. 2002 óta nincs használatban, az állaga sajnos romlik, erre szeretnénk valamilyen módon minél hamarabb megoldást találni természetesen. Gondolom, hogy folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, és hogyha erre is lehetőség adódik, akkor gondolom, hogy belevágnak. Minden, ami felkerül arra a listára, hát a kívánságlistára, ugye, amit szeretnének megvalósítani, akár létesíteni, akár továbbfejleszteni, vagy felújítani. Bizonyos időn belül találnak olyan kérést, amire a település úgymond alkalmas, mint pályázó? Igen, én úgy gondolom, hogy folyamatosan találunk ilyen kiírásokat, tehát hála Istennek tényleg olyan kiírásokat, tehát célzott kiírások vannak, amelyek figyelembe veszik a településeknek a jelenlegi helyzetét, a települési igényeket, és a települések nyilvánvalóan kinek a helyi igényekhez viszonyítva mire van szüksége, vagy éppenséggel mi élvez prioritást, mi várhat még egy kicsit, vagy mi már nem várhat, annak arányában a települések be tudnak pályázni természetesen. Végül szeretném megkérdezni, hogy a település életét tekintve mennyire mernek előre tervezni, ha mondjuk most években gondolkodunk. Mennyire látnak előre esetleg? Célok, tervek vannak. Tudjuk, hogy mik a feladataink, látjuk, hogy mi az, amire szükség van, és a jövőben mi az, amit meg kell mindenképpen valósítani, de én úgy gondolom, hogy én mindig ilyen 3 és 5 évben gondolkodom, tehát ami úgy gondolom, hogy reálisan látható és megvalósítható. Hát a mostaniakhoz jó munkát kívánok, és a tervek megvalósításához pedig sok sikert. Én köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.